Köszöntöm a nézőket Kisállat magazinunk legújabb adásában. Kedvenceink világa mai műsorában beszámolunk egy a kóbor kutyák hazajutását elősegítő országos kezdeményezésről, és azt is megmutatjuk, hogyan zajlott a Kutyatej Alapítvány által szervezett előadás sorozat Baján. Tartsanak velünk! Mikrocsip leolvasókkal segíti az elkoborolt kutyák hazajutását a MOL. Több mint 50 hazai töltőállomás csatlakozott a Vigyél Haza Alapítvány programjához, amelynek célja, hogy a kóbor négylábúak minél előbb hazajussanak gazdájukhoz. Magyarországon közel 2 millió kutya él, ezek egynegyede nem rendelkezik csippel, több mint 100 000 állat pedig az utcákon kóborol. Az idén 3 éves marcipán már kölyökként megkapta a csippet, amivel be tudják azonosítani, ha ellógna otthonról. A kis adathordozót az állatorvos bal oldalt a nyakbőre alá helyezi be, egy nagyobb átmérőjű injekciós tűvel. Az állat és a gazda adatai pedig bekerülnek a központi rendszerbe. 2 opció van, vagy mikrocsippel érkezik már eleve, és akkor általában a kutya a tulajdonos hozza a papírokat, akkor leolvassuk magát a mikrocsippet. A másik, hogyha nincsen benne, és elmúlt már 4 hónapos, akkor kötelező jelleggel be kell rakni. Na most ez nem szokott ilyen egyszerűen menni, tehát azért a tulajdonosnak el kell magyarázni, hogy mit miért teszünk meg. Ha kölyök kutya jön, és az oltási sort is itt teszi meg nálunk, akkor általában a veszettség oltáshoz kötötten szoktuk ezt megtenni, ami nem rögtön az első alkalom. Ennek több oka van, emészti a tulajdonos, a kutya kicsit erősödik magához, a beavatkozáshoz, ezért körülbelül a veszettség oltáskor, 4 hónapos kora körül szoktuk behelyezni. El szoktuk mondani, hogy meg is szoktuk mutatni, választhat méretet, leolvassuk, megmutatjuk a rendszert, hogy hova kerül fel. El kell mondani, hogy kötelező. Tehát én elvileg nem nyúlhatok hozzá olyan kutyához, amiben nincsen mikrocsip. Na most ezt így mi nem szoktuk ennyire szigorúan betartani, rá szoktuk vezetni a tulajdonosokat, hogy miért van előnye. Fel szoktuk írni az adatokat, ezt bevisszük ebbe a rendszerbe. Ha valaki megtalálja, mert mondjuk elszökik a kiskutya, mondjuk ivarzási időszakban, vagy petárdázáskor, vagy tűzijátékkor, valaki megtalálja, akár a gyepmester megtalálja, le tudja olvasni a mikrocsippet, ő meg tudja nézni az adatokat, és innentől kezdve már van egy folyamat, ami elindul a gazdakereséssel. A mikrocsiphez tartozó számsorra bárki utána nézhet a négylábúnak a PetVetData nevű oldalon. A nyilvános honlapon nem fér hozzá mindenki az összes adathoz, de azt le lehet ellenőrizni, hogy a kutya regisztrálva van-e a rendszerbe, vagy nincs. Először is beazonosítjuk a kutyát, beazonosítjuk a gazdát, de ő tudja a bemondott adatok alapján. Megvizsgáljuk az állatot, csak egészséges állatban helyezzük be, és leolvassuk előtte, mielőtt berakjuk, és leolvassuk utána benne a kutyában is. És utána kerül 8 napon belül regisztrációra. A Vigyél Haza Alapítvány először a főváros kutyabarát éttermeiben indította el programját, amihez egy telefonos alkalmazás is tartozik. Ennek segítségével az elmúlt évben több mint 200 elkóborolt kutyát tudtak beazonosítani és visszajuttatni a gazdihoz. A legnagyobb hazai töltőállomás lánc nemrég csatlakozott az akcióhoz, így az egyik bajai kúton már lehet használni a leolvasót. Tavaly meghirdettük azt a programunkat, hogy legyünk az ászlóvívői, vagy az egyik aktív partnerei annak, akik a felelős állattartással foglalkoznak. Minden töltőállomásunkat, ami körülbelül 450 töltőállomás Magyarországon, azt állatbaráttá, kutyabaráttá alakítottuk át. Ennek az elsődleges célja az volt, hogy nyáron, amikor könnyen felforrósodik az autó, és nem szeretnénk tankoláskor útközben a kedvenceinket a kocsiba hagyni, akkor legyen lehetőség, hogy őket is magunkkal vigyük be a shopba, légkondicionált helyre, esetleg vizet tudjanak inni, ahol van erre lehetőség, és kiépítettünk kutyafuttatót, ott meg lehessen mozgatni a kutyákat. Tehát figyeljünk rájuk, igen, és ők is családtagok, és amikor utazunk, akkor ők is nagyon fontosak mindannyiunk számára. Az országban jelenleg 50 benzinkúton találhatunk ilyen készüléket, amelyre a bejáratnál lévő matrica hívja fel a figyelmet. Ilyen nappal nyitva vannak ezek a töltőállomásaink, folyamatosan ott vannak a kollégáim, akik tudnak segíteni, hogyha valaki bejön hozzánk. És megvan minden lehetőségünk ahhoz, hogy ezt a
kutyacsipleolvasót, ezt a elkoborolt kutyák megtalálói számára segítségként felajánlhassuk. Ez alapvetően úgy működik, hogy kezdéskor most 50 töltőállomást kapcsoltunk be ebbe a programba. Mindenhol ingyenesen ott van ez a leolvasó csíp, tehát hogyha valaki talál egy kutyát, aminek látszik, hogy gazdája van, behozza hozzánk, a kollégáink segítenek ezzel a csíppel, csípleolvasóval ezt a 15 jegyű azonosítót leolvasni, és segítünk abban, hogy az éjjel-nappal ügyeletben lévő állatorvosokat fölhívjuk, akik segítenek beazonosítani, hogy ehhez a 15 jegyű kódhoz melyik tulaj, melyik gazdi, milyen elérhetőséggel található meg. Ha a megtalált kutyában nincsen mikrocsip, vagy nem regisztrálták a rendszerben, akkor az önkéntesek gondoskodnak a négylábú elhelyezéséről és az állat gazdához kerüléséről. A mikrocsip leolvasóval rendelkező helyszínek listája a töltőállomások csatlakozásával 120-ra bővült, amely elérhető a Vigyél Haza Alapítvány weboldalán. Ismét Bajára látogattak a kutyatáj, vagyis a kutyával, tisztelettel és tudással az Emberség Javára Alapítvány képviselői. A szakemberek ezúttal egy több részből álló előadássorozatra invitálták az állattartókat, amelynek során a mindennapokban is alkalmazható módszereket és tanácsokat osztottak meg a vendégekkel. Milyen módszert érdemes választani a különböző kutyafajták kiképzése során? Hogyan ajánlott motiválni a négylábúakat, és mik az alapvető eltérések az egyes technikák között? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak a kutyával, tisztelettel és tudással az Emberség Javára Alapítvány Bajai előadására. Az alapítvány elnöke Andrássy Krisztina állatok iránti kötődése a legtöbbekhez hasonlóan gyermekkorából ered, a kezdeti lelkesedés pedig egész életére kihatott. Onnantól, hogy én kinyitottam a szememet, pici-pici baba korom óta megláttam egy macskát, mentem a macska után, megláttam egy kutyát, mentem a kutya után, és rém büszke voltam, amikor 4 évesen először sétáltattam egy kutyát. Az a szomszéd lakásból jött ki, illetve ott lakott, de mindig kijöhetett a kis előkertjükbe. És én rém boldogan dobáltam neki az elém lepottyantott botot, és megvoltam arra győződve, hogy ez a kutya nekem szót fogad. Ma már tudom, hogy fordítva volt a dolog, rettenetesen kihasználta azt, hogy talált egy őrültet, aki fél napig képes volt neki botot dobálni. Aztán nyilván egy 4 éves gyerek nem fél napig dobálja a botot, de ő így volt vele. És amikor az volt, hogy anyukám rászólt, hogy Kriszta, gyere már, akkor én így még mindig még legalább 2-3-at dobtam neki, mert az az én kis kutyám. Szóval ezzel kezdődött a legeslegelső kutya sétáltatása 4 évesen, hogy ez a kutya előbb-utóbb eljött velünk a boltig, ott megvárt, és vissza is sétált velünk. Úgyhogy tényleg egy kicsit az ő akarta, hogy velem lehessen. Aztán hát ahogy nőttem, nődögéltem, 6 évesen megszoktam egyszer otthonról. A megszökés az úgy történt, hogy összevesztem a húgommal, ki az, aki nem veszekszik a tesójával, és elmentem egészen a nyaralónak a sarkáig, az körülbelül olyan 150 méter volt, tehát hogy nem egy hatalmas táv, és bemásztam a komondornak a nyaralót egy komondor, kikötött komondor őrizte, bemásztam a házába, mert esett az eső, és több mint 2 órán keresztül mindenki engem keresett, de tényleg így fűfavirág mindenki, és azt tűnt föl egyes egyedül, hogy a komondor kim van az esőbe, pedig ő utálja az esőt. És akkor így lettem meg, hogy szegény komondor megházott, én meg jó kutyaszagon, de azért előkerültem a kutyaházból. De komolyra fordítva a szót, itt tényleg sose történt olyan az életemben, hogy én egyetlen percig is állatok nélkül lettem volna. De a kutya szeretet az valahogy sokkal több, mint az állat szeretet. Tehát az az éjjelem, az a nappalom, az a minden, és én ebben is érzem jól magam. Természetesen a családom ezt eleinte kicsit furcsálotta, de aztán most már egészen jól beleszoktak. Nagyon sok helyen voltam állatorvosi asszisztens, többek között az állatorvosi egyetemen, illetve több nagy klinikán. Voltam természetesen vidéki állatorvosok mellett is, mert hogy a vidéki állattartás az teljesen más, mint a nagyvárosi. Én ugye Budapesten nevelkedtem föl, tehát hogy az egy teljesen nagyvárosként, egy teljesen más közeg. Voltam az állatkertben is önkéntesként, ott nagyon sok felé, illetve az állatorvosi egyetemen nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert ott ugye nagyon sok szakterülete van a kis állatgyógyászatnak, és így belekóstoltam az egzotikus állatgyógyításba is többek között. Illetve hát a fő vonal az ugye maradt a kutya-macska
vonal, de ezek mellett én a lovakat is nagyon-nagyon szeretem. Két olyan lóval is megismerkedhettem, akiktől rengeteget tanultam, és voltak azért cicák is az életemben. Például műtöttünk tigrist is az egyetemen, és akkor az úgy egy nagyon vicces volt, hogy egy tigris sétál mellettem a folyosón szó szerint, hát persze nyilván a gondozója is ott volt. De azért így sok ilyen kaland van a világon. Az alapítványunknak a rövid neve az Kutyatej Alapítvány, ez egy közhasznú szervezet egyébként. A teljes neve az pedig úgy hangzik, hogy kutyával, tudással és tisztelettel az emberség javára. Tehát nem szó nincs arra, hogy az egész emberiséget megnevelnénk, viszont az a fajta emberség, hogy aki ránk van utalva, aki nálunk kisebb, vagy valamilyen szempontból gyengébb, mint például a kutya, ugye sose lesz annyira eszközhasználó lény, mint az ember, tehát ránk van utalva nagyon sok mindenben. Az ilyeneket neki használjuk, hanem inkább éljünk velük együtt békében, lehetőleg kiegyensúlyozottan. Tehát ez annyit tesz így mondjuk aki képzés szempontjából, hogy nem elnyomjuk, nem rákényszerítjük az emberek által elvárt dolgokat, hanem olyan körülményeket alakítunk ki, ahol ő is jól érezheti magát, és ő is akar ebben részt venni. Tehát magyarul nem alanya, hanem szerves része lesz azoknak a dolgoknak, amik velünk együtt történnek. Én gondolom pont ennek a mentalitásnak a bemutatása, ismertetése révén szerveztek különböző előadásokat, foglalkozásokat országszerte. Nagyon-nagyon sok fele kaptunk már meghívást. Volt olyan, amit azért nem tudtunk csak teljesíteni, mert már máshol be volt írva a naptárba. Amit ezekről vagy erről a tematikáról így érdemes tudni, az, hogy ez egy teljesen alternatív dolog. Nagyon-nagyon sok embernek semmi ideje, vagy semmiféle eszköze nincsen arra, hogy ő túl sok időt töltsön a kutyájával. Pont ezt a réteget, ezt nagyon-nagyon jól ki fogja szolgálni az a fajta kutyatartás, hogy elmegyek sétálni, kimegyek a futtatóra, meg hazaviszem, és akkor el voltam ott a többiekkel együtt, akik hasonlóan gondolkodnak. Itt nálunk a Kutyatej Alapítványnál nagyon-nagyon fontos az, hogy kellő időt szánunk a kutyára, két irányú kommunikáció van, tehát hogyha a kutya valamit nagyon nem szeretne, az nem jelenti azt, hogy feltétlenül az történik, amit ő akar, de figyelembe vesszük, nem erőltetjük túl a dolgot. Illetve ami itt nálunk nagyon fontos, az az egyediség. Tehát nálunk is vannak csoportos edzések, vannak táborok, ezen belül is nagyon sokféle, tehát van szemléletmódtábor, tematikus tábor, van kiképzői tábor, főleg azoknak, akik a kiképzői rész érdekli őket, és nem csak az egy saját kutyával szeretnek foglalkozni, meg egy sor másik, ami akár egyéni témákra is, tehát mondjuk 3-4 embert ugyanaz az egy dolog érdekel, tegyük föl mondjuk az akadályokkal való, mondjuk akadályon át aportírozás, vagy akadályon át visszahívás, és akkor csak erre hegyezzük ki azt az egy tábort, tehát erre is van lehetőség. Ami nálunk nagyon fontos, hogy az edzéseken is nagyon-nagyon egyéni szempontokat tartunk be. Ugyanúgy meg kell tanulni egy agárnak is ülnie, mint egy pulinak vagy egy német juhásznak, de az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az agárnak a mentalitását figyelembe vesszük-e, vagy mondjuk csak egy pórázzal berántjuk, vagy csak tartunk előtte egy kis ütifalatot. Hát nálunk ez utóbbiról szó se lehet. A szervezet képviselői nem először jártak a városban, a Kutyatej Alapítvány ugyanis a tavasszal megrendezett felelős állattartás napi rendezvényen is képviseltette magát, ahol a gazdikat is bevonták az interaktív programokba. Mint megtudtuk, a szakemberek gyakran alkalmazzák a mindennapokban a fordított pszichológián alapuló technikát. Ki lehetett próbálni egy picit azt, hogy a kutya hogyan látja a világot. Szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy mindig a kutya van az emberért, soha nem fordítva. De mi van akkor, ha én társként gondolok a kutyára, nem pedig munkaeszközként? Ugye mondjuk a katonaság eszközként fog a kutyára gondolni, tehát ez egy teljesen más kör. Tényleg csak azokról beszélek, akik társként, barátként, családtagként gondolnak, vagy beszélnek a kutyáikról. Ezeknek az embereknek nagyon-nagyon fontos lenne azt megmutatni ebben a sztereotipikusan hangzik, de rohanó világunkban, hogy egy pillanatra meg kell tudnunk állni, és meg kell néznünk azt, hogy a kutya hogyan érzi magát a bőrében. Nagyon-nagyon sokszor látni azt, hogy például az emberek rányulnak egy kutyára, aki éppen szimatol egy másikat. Ez az érintés, ez nem egy negatív dolog az embertől, viszont a kutya úgy fogja, hogy hoppá, valami hozzám ért, és rögtön egy picit elhúzódik, vagy megpróbálja kizárni a tudatából, ami szintén egy nagyon rossz állapot, hiszen ő a másik kutyára akar figyelni, és ebben az esetben bontódott kettőjüknek az egymásra összpontosított figyelme, ami nem feltétlenül egy jó dolog. Ugyanígy az empátia sátorban ki lehetett próbálni különböző módszereket is, hogy hogyan képeznek az emberek kutyát, tehát többek között ki lehetett próbálni azt, hogy milyen minden egyes jó pillanatért egy jutifalatot mondjuk megenni. Itt lehetett választani, hogy valaki édes szájú, akkor inkább csokit kapott, ha valaki még sósat szereti, akkor perecet.
És rájöttek az emberek, hogy hát ez egy idő után abszolút nem motiváló, mert rá akartak arra jönni, hogy igazából mi lenne az ő feladatuk. És amíg ettek, addig ugye mindig bontódott a figyelmük, hogy most megegyem, oké, megettem, de mi lenne a feladatom. És aztán természetesen ki lehetett próbálni azt is, hogy hát ez ilyen nagyon játékos formában, hogy nyakkörvet kaptak, és akkor kicsit meglettek húzogatva egy ilyen vékony kis pórázon, na hát ez se tetszett az emberek döntő többségének, és amikor elment mellettünk egy-egy ott sétáló kutya, akkor mindig mondtuk, hogy na, akkor képzeld magad a helyébe, hogy mondanád ezt el a gazdinak, hogy neked ez nem jó, vagy hogy te mennyire szeretnél megszimatolni valamit, vagy neked milyen nagyon unalmas egy ilyen sétáló utcán igényesen menni, és erre az emberek ugye nem nagyon tudtak válaszolni. Na és itt jön be igazából a kutyatejnek a felvállalt, önként és örömmel felvállalt szerepe, méghozzá az, hogy ezt a fajta kommunikációt megmutatjuk az embereknek. A kutya nem tud beszélni, de tud kommunikálni, méghozzá nagyon-nagyon érthetően, szavakra akár lefordíthatóan tud nekünk jelzésrendszereket leadni, és ezek a jelzésrendszerek szituáción belül teljes mértékben, hangsúlyozom, lefordíthatóak verbális kifejezésekre. Tehát, hogyha egy kutya mondjuk azt mondja, hogy bocsi, engem érdekel az a fűszál, akkor ő arrafele fog nézni, arrafele fog elindulni. Ha én ilyenkor rászolok, hogy gyere tovább, és a kutya nem teljesíti, akkor bizony az emberek belerántanak egyet, vagy csak húzzák a pórázt, mert hát ugye elbírható. Na és ilyenkor szoktuk mi azt mondani, nagyon sok előadás keretében ez elhangzik, hogy pont úgy bánj a kutyáddal, ahogy egy lóval. Ha egy lovat nem tudsz leültetni úgy, hogy lenyomod a fenekét, ki lehet próbálni, nem fog sikerülni, hát akkor a kutyádnak se nyomd le a fenekét. Ha egy lovat nem tudsz elcsábítani egy darab répával, hogy jöjjön veled, mert ő nem akar, akkor ugyanúgy hiába rángatod, hiába próbálod elhúzni, ütheted, vághatod, csinálhatsz valamit szeretnél, ha ő nem akarja, ő bizony nem fog eljönni. De az a nagyon jó dolog, hogy akár a lóval, akár a kutyával abszolút lehet közös nevezőt találni. Tehát, hogyha ha én azt mondom, hogy ott állok egy 500-600 kilós ló mellett, és szépen mondjuk elkezdem vakargatni a nyakát, feltéve, hogy mondjuk nem éppen nagyon utál engem az a ló, mert akkor lehet, hogy ez nem válik be, de elkezdem vakargatni a nyakát, és ha picit hátra oldalt lépek, akkor önkéntelenül is követni fog, és innentől kimozdultunk a holdpontról, nagy valószínűséggel el fogom nyerni azt az együttműködési szándékot a lóban, hogy velem akarjon jönni. Ugyanez működni fog a kutyánál is. Tehát nálunk ugye az a fő szerep, hogy azt mutassuk meg, hogy hiába sokkal kisebb egy kutya, mint egy ló, ezt igenis ugyanúgy be kéne tartani, legalábbis hatásként foglalkozunk vele. A kétirányú kommunikáción alapuló szemlélettel és annak előnyeivel az állattartóknak csak egy kis része van tisztában, mutatott rá a szakember. Andrássy Krisztina hozzátette, rendszerint az okozza a problémát, hogy a kutya tulajdonosok nem a célnak megfelelő módszereket alkalmazzák kedvenceik képzése során. Azok, akik bent vannak egy kutyasuliba vagy egy kutyafuttatóba, tehát úgymond zárt területen találkoznak, és heti szinten, ők mindig ugyanarról az egy dologról fognak beszélni, mindig ugyanabban az egy körben vannak benne, és innentől kicsit így beszűkül a gondolkodásnak a lehetőség, vagy az új szempontoknak a felmérési lehetősége. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy nagyon nyitottan menj, tehát sokkal több előadás legyen egy-egy módszerről, tehát sokkal többet képviseljék a kutyaiskolák, kutyakiképzők azt, hogy tartanak egy-egy ingyenes előadást, tudom, mindenkinek drága az ideje, de ez nagyon fontos lenne, hogy belekóstolassanak az emberek, mert van olyan ember, akinek ez a célja a kutyatartása, mondjuk legyen házőrző. Van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő neki csak családi kedvencként kell. És van olyan ember, aki meg azt mondja, hogy ő nagyon komolyan szeretne versenyezni, de ott is nagyon sok ágazat van. Nagyon fontos lenne, hogyha megtaláljuk azt, hogy én alanyi énként mit szeretnék a saját kutyámmal elérni, vagy hogyan szeretnék vele együtt élni, akkor tudjam azt a módszert megtalálni, amelyik az én céljaimhoz visz közelebb. Azok az emberek, akiknek ugye az a legnagyobb problémája, hogy nagyon nagy szeretettel hazavittek egy kutyakölyköt, cicakölyköt egyébként, hasonló a szitu, de hazavittek egy kutyakölyköt, ők azt hiszik, hogy föl tudják nevelni. Aztán jönnek a hétköznapok, és amikor van egy másfél éves, nem visszahívható, mindent fölkajáló, mindenkivel verekedő, vagy épp ellenkezőleg mindenkit képen nyaló, de a kétszer négy sávos úton is átrohanó kutyájuk, akkor aztán jön, hogy akkor menjünk el egy kutyasuliba. És akkor belecsöppennek egy olyan társaságba, ami lehet, hogy éppen nekik nagyon megfelelő, ez a szerencsés kisebbség. A nagy többség azonban abba fog belecsöppenni, hogy van egy vagy két kiképző, aki az IPO-rendszerben dolgozik, csak az alapengedelmességi gyakorlatokat akarja megtanítani, és innentől kezdve nincs több alternatívája ezeknek a kutyásoknak, hiszen benne élnek ezekben a hétköznapokban, ez az, ami elérhető, és így nyit. Mi azt szeretnénk elérni ezekkel az előadásokkal, és ezért örülünk nagyon, amikor újabb és újabb meghívásokat kapunk, hogy akkor, amikor valakit érdekel más is, akkor kicsit beleláthasson többféle tematikába.
Az alapítvány által szervezett gondolatébresztő előadássorozatok is azt a célt szolgálják, hogy felhívják az állattartók figyelmét azokra az alternatív pedagógiai módszerekre, amelyek eltérnek a köztudatban elterjedt képzési technikáktól. Venni fogok egy pár nagyon alap módszert, amire egy csomó másik módszer épült, tehát tudni kell, hogy ezek azért elég keverten jelennek meg így az életszerű helyzetekben. Tehát mondjuk egy útifalatos is használ pórázt, egy pórázas is fog használni simogatást vagy dicséretet, tehát hogy ez nem ennyire tisztán jön ki, de hogy egy-egy módszert sokkal jobban megismerhessenek az emberek, tehát elmondok egy módszerről egy jó pár nagyon-nagyon előnyös dolgot, tehát amit azon a módszerrel nagyon jól el lehet érni, és ugyanarról a módszerről elmondom azt is, hogy mi az, ami a hátránya. Én azt remélem ettől, hogy egy kicsit elgondolkodnak az emberek, hogy jé, hát én is tényleg használok egy csomó olyan elemet, ami technikai és erőfölényre alapul, és hát hogy elnyomtam szegény kutyámat, de azt remélem, hogy arra is rájönnek az emberek, hogy ez nem feltétlenül baj, hogyha nem módszerként alkalmazom, hanem egy-egy szituba kifejezem az elégedetlenségemet a kutya felé, azt nagyon határozottan képviselem, és más szempont, vagy máshol, vagy ahol mondjuk a körülmények engedik, ott pedig egy sokkal pozitívabb dolgot kezdek el megvalósítani a kutyával, sokkal átgondoltabban, sokkal céltudatosabban, sőt, ami nem lenne hátrány sokaknak, sokkal következetesebben is. A Baján megrendezett háromrészes előadássorozat lebonyolításában a Bajai Boldogság Oktató és Rehabilitációs Központ vett részt, akik maguk is az alapítvány által képviselt szemléletmód szerint tevékenykednek a mindennapokban. Mindannyian ugye kutyázunk, viszont az úgymond hagyományos módszerekben egyikünk sem találta meg sem önmagát, sem azt a kapcsolatot, amit szeretett volna a kutyájával kiépíteni, és viszont ezzel a módszerrel pedig igen, így a Kutyateja Alapítvány révén. Most már mi is évek óta tanuljuk a módszert, illetve dolgozunk is így kutyákkal, és azért tartjuk nagyon fontosnak az ő szemléletüknek egy picit a meghonosítását vagy elterjesztését, ami most már a mi szemléletünk is, hál' Istennek, mert egy sokkal járhatóbb út, és talán inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy az ember tényleg társként tudjon a kutyájával együtt élni, akinek ez fontos, és nem csak kint az udvarba jó, ott van, oké. Azoknak nagyon-nagyon széles skálán tud lehetőséget nyújtani arra, hogy hogyan töltsenek el minőségi időt a kutyájukkal, hogyan éljenek vele családba, esetleg hogyan sportoljanak. Tehát azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy az ember egy kicsit visszanyúljon a gyökereihez, és a metakommunikáció egy nagyon ősi kommunikáció, ugye? Tehát minden nyelvet felülír, mondhatni egyetemes. És azt gondolom, hogy ez az út az, amin keresztül az ember egy picit a mélyére tud ásni a dolgoknak, és vissza tud menni a gyökerekhez, mert a mai rohanó világban nagyon-nagyon elcsúszik a szóbeli kommunikáció is, illetve ugye ez a gépiesített világ, a média, a multimédiás eszközök, tehát nagyon elviszik. Én szeretném, ha az emberek egy kicsit többet figyelnének erre. Az Egyesület elnöke szerint az állatok érdekeit előtérbe helyező gondolkodásmód elég megosztó az állattartó társadalom körében. Érdeklődés az mindig van, mint minden új dologra, viszont azt gondolom, hogy ez a szemlélet, amiben mi dolgozunk, ez nagyon megosztó. Mégpedig azért, mert az embernek itt egy picit, és nem is picit, hanem inkább nagyon, fel kell adnia a saját emberiségét, úgymond az egóját. Na most erre igazából nagyon kevesen képesek. Egy bizonyos szintig el lehet jutni, és utána az ember azt mondja, hogy hát már pedig én ember vagyok. Tehát elő megszólal a belső ego, és onnantól kezdve nehezen lépnek tovább. Tehát azt gondolom, hogy a mi szemléletünk tényleg megosztó, viszont aki rákap az ízére, és hajlandó áldozni az egójából, annak mindenféleképpen csak előnye származhat belőle. A központ vezetője hozzátette, ha valaki át tud lendülni a kezdeti nehézségeken és képes figyelembe venni mások érdekeit, akkor könnyedén azonosulni tud a gondolatformáló szemlélettel. Mind az előadó, mind pedig a szervezők felhívták a figyelmet, a bemutatók nem azt a célt szolgálják, hogy kritizálják, vagy esetlegesen megsértsék az állattartókat. Ellenkezőleg az előadások lényege, hogy rávilágítsanak a kevésbé elterjedt alternatív módszerekre és azok előnyeire. Mai adásunk véget ért, legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!